Na szavaztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Baluka vagyok, és elérkeztünk ez az újabb videóhoz, és ma, mint ugyan a címről is olvashattátok, ki fogom játszani a húgom által készített kalandpályát. Igaz, a címben nincsen benne, viszont a leírás már tartalmazza ezt az információt, de azért most is elmondanám nektek, hogy ez élete első kalandpályája, bár nem is titokban, mint a legelső Bedwars-os közös videónkban, de én leszek az, aki először kipróbálja, hogy milyen a lilla méd kalandpálya. Na, szerintem kezdjünk is bele. Üdvözöllek a pályán. Pardon. Most ahogyan látom, vannak itt kint gombok a falon, készítette Lilla Publitz a pályáról. Ez a pálya egy kicsit más, mint egy szokásos adventure map. De igazából az 7. feladat lesz. Remélem tetszeni fog, sok sikert. Mi van? Mindegy, menjünk tovább. Van egy szabályok. Ne csaj, ne törj blokkot, csak ha a feladatban benne van. Ne barkácsolj, csak ha a feladatban benne van. Ne rakj le blokkot, csak ha a feladatban benne van. Spawn point nem engedélyezett, csak ha a feladatban benne van. Helyette, kivéve ahol ki van írva. Bocsánat, én kérek elnézést. Nos, most pedig elérkeztünk ahhoz, hogy miután újra rácsétálunk az üdvözöllek a pályán című command block fölött lévő threshold plate-re, elkezdhetjük ezt a kalandpályát. Első feladat, juss ki, ha készen állsz, készen állok. Én olyan készen állok, hogy ne tudjátok meg, gyerekek. Arra kell, hogy bedobd valahova. Ó, helloka, helloka, nyaloka. Hát valószínűleg nem a fákjába kell beledobni, nem? De vonat nem akarná elkussolni? Most ahogyan látom, valószínűleg valamelyik festmény mögé fog kelleni nekünk ezt bedobni. De mi van akkor, hogyha én itt körbesét... Hellóka? Lillácskám, lillácskám, ez egy kis hiba, vagy nem? Na mindegy, igazából én bejöttem, úgyhogy szerintem ez jó. Haha, haha, várjál? Na, hát mondom én, hogy itt van-e? Mit akartok? Viszont ezt a dolgot csak azért tudtam, hogy van ilyen, mert volt egy olyan videóm, ahol egy ilyen ajtó mögötti chestet, azt hiszem a hogyan rejtsd el a chestet profi mód, vagy valami ilyesmi címe volt a videónak, azt ide kattintva megnézhetitek, úgyhogy csak is ezért tudtam, de nem. Valahova ezt a kart le kell helyeznünk, nem tudunk tovább menni, vagy valahova? Mi van akkor, hogyha kiütjük? Szerintem megtaláltam. Hát Lilla, ha jön veled? Jó, akkor vegyük úgy, hogy nem csaltam, csak ez így véletlenül a kalandnapnak a hibája volt, oké? Okay? Megegyezhetünk ebbe? Köszi. Nos, akkor első ajtó. De le kéne szülni. De hogy rakjam le? Ja, de akkor mégis game modulába kell lenni. Ja, de nem lehet. Jaj, hülye vagyok, ha nem lehet blokkot ütni, ha ki volt írva, hogy ne rakj le blokkot, csak ha a feladatban benne van. Ja, de ez lerak le blokk. Ja, de ne törj blokkot, ez is ott van. Na mindegy. Srácok, higgyétek el, teljesen véletlen volt, úgyhogy nem akartam megbátani Lillát. Ja, mi? Hova kell ezt tenni? Hello-ka? Ja, ide. Zsír! Hoztál kulcsot? Hoztam hát! Na várjál! Kö! Nem. Várjál, meg lesz! Azt hittem, hogy kimarad, de nem! Első feladat! Teljesítve! Második feladat! Szerezd be a dolgokat, ha készen állsz! Na én nagyon készen állok. Játékmód frissült. Túlélő mód. Túlélő mód! Túlélő mód! Szerezd be papírt, fasisakot, vascsizmát, csónakot. Ami alapból kelleni fog. Barkás, asztal és kemence. Ó, ötletes, ötletes. Túlélő mód! Ezt a gombot csak akkor nyom meg, ha mindent beszereztél. Na de várj, és mi van akkor, hogyha Lillának a profi adventure map készítő tulajdonságait most felülbíráljuk, és mi van akkor, hogyha nincs nálunk semmi, de megnyomjuk a gombot? Próbáljuk meg. Szerintem Lilla túl profi ahhoz, hogy kalandpályákat készítsem. Na, akkor mi az, ami kell nekünk? Alapból szükségünk van egy barkácsasztal meg egy kemencet. Ahhoz, hogy barkácsasztal tudjunk csinálni, ahhoz ezekkel, vagy ki kell ütnünk egy fát, ebből csinálunk még 4 tölgyfát, ebből csinálunk egy barkácsasztalt, és ahhoz viszont, hogy kibányászok a követ kell, még cucc. Gyerekek, nagyon profik vagyunk. Ez amúgy tök ötletes végül is, mert annyiféle kalandpálya van, úgyhogy miért ne csatlakozhatna be Lilla is ebbe a kalandpálya készítős crewba? Na jó, nem azért az túlzás még, mert hát gyakorolnia kell, viszont ugyan láttam mostanában egész sok ilyen tutoriál videót szokott nézegetni afelől, hogy hogyan tud ilyen király adventure map ötleteket, meg kivitelezési terveket csinálni például. Például akár egy ilyet, mert ezt meg lehetne csinálni, hogy tényleg csak akkor nyomom meg, amikor kell, viszont hogyha ez nem... Dick. Úgyhogy ilyeneket néz, és lehet, hogy akár tök jó kis kalandpálya készítő lesz belőle. Ki tudja, az én tanítványom. Nos, akkor craftolunk egy kemencét is. Inni. Most már van egy kemencénk is. Ora, jaj, várjatok, akkor előbb a papírt, mert az itt van nekünk könnyen. Azt szét kell craftolni, nem? Vagy várjatok, hogy kell a papírt nyomatni? Papírt azt, aha, jó, akkor van papír. Hány papír kell? Jó, papírunk van. Jön a vascuc, meg csónak. Akkor először megcsináljuk a csónakot, mert ahhoz nem kell olyan sok felszerelés, meg minden blokk, amiből megcsináljuk a csónakot. Jó, van csónakunk is, kell még vassisak, meg vascsizma, szóval 9 darab vasat kell még bányásznunk. És mind olyan
Igen, látom, ez a 9 vas most, igen, bezonyám. Jó, akkor ezeket most szépen kiégetjük. Jaj, nem a barkács asztalba. Viszont vágok még fát, mert tudom, hogy nem lesz elég benne az égetőanyag. Közben le tudjuk craftolni az első dolgot, ami pedig egy vassisak. És most már csak 4 darab vasra van szükségünk. És meg is nyomhatjuk ezt a gombot. És kész, meg is van a 4 darab vasunk. Ebből jöhet egy csizma. És akkor elvileg minden megvan. Szerezd be papír, csónak, minden megvan. Nyomhatjuk a gombot. Vagy nem? Lilla, elromlott a mapod! Lilla, gyere! Gyere, Lilla! Hát elromlott a mapod! Nem működik a gombod! Most pedig, ha minden igaz, akkor már... működnie kellene, de nem. Lilla, nem jó a mapod! Akkor most működjön? Ó, dear. Most rájöttünk a hibára, az pedig az volt, hogy csak ezeknek a dolgoknak kell nálam lennie. Jó, ez meg volt, nyom meg. Harmadik feladat, jegyezd meg mindent, ha készen állok. Első szoba. Ki a kérdések? Mi? Egy csille volt. Rossz, akkor 2. Ennyi. Ja, hogy így kellett volna megjegyezni? Ja. Hány aranyérc volt? Vagy volt, mi volt a kérdés? Volt aranyérc? Ha hogy ne lett volna? Nem. Na, második szoba, most már jobban fogunk figyelni, srácok, ezt figyeljétek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab ilyen, 2 sárga virág, 1 izé, és 3 magas. Na, jöhetnek a kérdések, csapjuk ki! Mennyi dupla fű volt? 3. Volt tulipán? Ha volt? Hány falevé volt? 6 volt. Mi? 6 falevé volt? Akkor 5. Kis pranker. Nos, harmadik szoba, csapassuk. 9, 6 láda, 2 kemence, 1 crafting table. 1 ágy, meg ilyenek. Na mehet. Hány darab kemence volt? 2. Ugyanolyan virág volt? Nem. Mennyi nagy láda volt? 3. Ennyi, gyerekek, ez tök kreatív és ötletes feladat volt, ez nagyon tetszett. Harmadik feladat, szoba teljesítve. Nyom meg. Negyedik feladat, vezessd a homokot. Na itt is vagyunk a következő feladatnál, és ahogyan látom, ez egy eléggé egyszerű kis dolog lesz, úgyhogy kezdjük is el tologatni a dolgokat, és igazából, ja, szóval megtoljuk. Na de várjál már, miért húzza vissza? Ja, jó, megvan, akkor ezt itt megnyomjuk, és ezt utána. Gyorsabban... Nem adja oda? Miért nem adja oda neki? Lilla, rossz a pályád! Ja, jó, megvan, kösz. Előbb nyomod meg ezt, és utána ezt. Csak ennél mondjuk kétszerűen gyorsan. Pontosan, így gyerekek. Igen, akkor ezt megnyomod, és ezt. Ennyi, és át is adja. Ezt megnyomod, és ezt. És ezt megnyomod, és ezt. Nagyon jó. És plöty. Voilà, bon appétit. Negyedik feladat? Teljesítve. És megint jön a vonat, yeah. Ötödik feladat, labirintusok. Ha készen állsz, nyomasd! Első labirintus, láva. Uram, atyám, de miért van ennyi? Jaj, de nem szeretem én a labirintust. A labirintus. Ja, most visszajöttem oda, ahol voltam. Aha. Lilla, legközelebb ezeket a labirintusokat kisporolhatnád, hallod-e? Ennyi ízike. Második labirintus, láva 2. Hát ez... nem tűnt olyan vészesnek. Jaj, na jó van. Ez de kis retek. Voilà, persze, ha hogy ne ide. Vízi labirintus, kész. Következő, labirintus átlagos, te kis átlagos. De miért csinálsz ennyi labirintus bele? Miért kellett ilyen sok labirintus? Nem kell ennyi labirintus, ez elrontja a játékélményt. Ki az, aki utálja rajtam kívül a labirintust? Ki az, aki szívéből gyűlöli a labirintusokat? Én igen, én közéjük tartozok. Ők az én véreim. Ennyi, teljesítve. Hatodik feladat, keresd meg a gombot. Amúgy én komolyan mondom, gyerekek, én nagyon-nagyon komolyan mondom, ez a map nekem tényleg komolyan mondom, tetszik. Szóval ez viccesen hangzik, de tetszik ez a pálya. Ez tök durva, hogy ilyen tök király feladatok vannak, és tényleg, most nem azért mondom, nekem nagyon tetszik. Na, find the button. Tuti itt lesz valahol, ez ott lesz, figyeld. Ha! Nem? Nem. Hol lehet a button? Ott a button! Lebukott a button. Nem mondod, hogy ilyenből is van egy csomó. Ahogy ismerem a Lillát, tuti itt is jól eldugta. És ehhez viszont át kell néznünk jó alaposan mindent. Hol lehet a button? Ott a démánt. Where is the merre vagy button? Amennyire ötletesek ezek a feladatok, annyira unalmasak lehetnek egy ilyen map. Szóval egy teljes find the button, meg egy teljes labirintus map, aki olyat csinálod meg teljes egészségére. Ott lesz fenn a button, figyeld meg. Hő! Bezonyod, ott a button? Ó, elértem, nagyon jó. Megvan a button. Ó, király, hatodik feladat teljesítve. Nyomd meg. Hetedik feladat, jump. Na, ez megy nekem, ettől nem tartok. Jaj, mi volt oda kiírva? Ahol nehéz a jump, akkor oda tegyél le spawn pointot. Hát én ettől szerintem nem kell félnem. Ja, de? Nem szóltam. Lilla, parkürjei nem fognak ki rajtam. Viszont ide lesz spawn pointolok, mert nem szeretnék, hogyha esetlegesen véletlenül leesnék, persze nem fog előfordulni, akkor azért ne kelljen teljesen előről kezdenöli. Jó! Nagyon jó, nagyon jók vagyunk, srácok, nagyon jó. Oda!
Ez full komolyan mondom, ez egy tök király. Én imádom, ez itt a legutolsó, ez full nehéz. Sima libba, figyeljétek. Ennyike, szavaztok, 7. feladat teljesítve. És vége. Gyerekek, ez nagyon jó volt. Kommentbe írjátok le 1-től 10-es skálán a véleményeteket, ahol a 10 a legjobb és 1 a legrosszabb. Én erre a pályára, azon kívül, hogy ott ez a gomb nem működött, én komolyan mondom, 9 pontot adok, ez lehetett volna hosszabb is. Komolyan mondom, én nagyon élveztem. Köszönöm, hogy kijátszottad a pályát. Remélem tetszett. Én komolyan mondom, nekem tetszett, gyerekek. Nem tudom, hogy vagytok vele, de nekem nagyon tetszett. Viszont ezzel az utolsó gomb megnyomásával eljött az a pillanat, hogy ezt a videót leszeretném zárni. Szerintem ez tök királyra sikeredett, és nagyon remélem, hogy ti is élveztétek. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel és osszátok meg, illetve ösztönözzétek Lillát, hogy készítsen további mapokat. Vagy ne. Webshop link és Instagram le van a leírásban, kérlek kövessetek be, én Baluka voltam, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!